Legutóbb több mint 7 hónapja, október 1-én játszott hazai környezetben a Blue Sharks, akkor a nagykőrös fogadta Siska János együttese. Azóta mindössze 2 tétmeccsen léptek pályára a cápák, a bajnokságban Baján szoros meccsen, a HEP kupában pedig a Deac 2 ellen idegenben magabiztosan közel 30 ponttal nyertek Ubilláék. Az elmúlt napokban a korábbi 2 hetes karantén alatt leépülő kondíció visszaszerzése volt fókuszban, igaz, a hiányzók miatt néha az 5-5 elleni játék sem volt egyszerű az edzéseken. Bus Iván és Mokánszki Máté továbbra sem bevethető, és a sérüléssel bajlódó Bazsó Brunóra sem valószínű, hogy számíthat a szakmai stáb. A pénteki ellenfél PBSK 2 a nyitófordulóban hazai pályán 3 ponttal legyőzte az MTK Elite Basket csapatát. A pécsi gárda ugye fiatal játékosokból áll a A csoportos csapatnak a fiúk csapata, úgymond. Itt attól függ, hogy hány játékost fog elengedni az A csoportos csapat, hiszen ők is a karanténból most jöttek vissza, gondolom, hogy edzeni akarnak. Az első mérkőzésen úgy gondolom, hogy bravó győzelmet arattak az MTK ellen. Egy fiatal, agresszívan védekező, gyors játékot játszó csapat, úgyhogy oda kell figyelni rájuk. Az elmúlt években a képzett játékosokat felvonultató pécsiekkel látványos meccseket játszottak a nyíregyháziak. Mohácsi Máté szerint jelen helyzetben elsősorban saját magukkal kell majd foglalkozniuk a pénteki mérkőzésen. Nem tudom, hogy most kifekszik nekünk jobban, őszintén mondom, ennyi sérülte hiányzóval. Én azt gondolom, hogy magunkat kell rendbe rakni, és annak a 7-8 embernek, aki pályára fog lépni ezzel a mérkőzésen, kell a maximumot nyújtani. És ha azt megcsináljuk, akkor nem lehet gond, még így is ezzel a kerettel bárki ellen esélyesek kell, hogy legyünk. Úgyhogy remélem, ezt meg is tudjuk mutatni pénteken. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks PVSK 2 mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig szombaton 20:30-tól láthatják a találkozót. A második forduló további párosítása a következő, MTK Elite Basket Salgótarján, Rád Géber Akadémia Pécs, BKG Prima Akadémia, MAFSZ Vasas Akadémia, TF Budapest, MAFSZ Miskolc és Nagykőrös Veszprém.